Tony? Szia! Mi a fasz? Ott a bátyám. Ezzel meg mit akarsz? Semmit. Elkísért, ez minden. Ne szórakozz velem, mert elvágom a torkodat. Bocsáss meg. Nem tudtam, mit csináljak. Szeretnék visszajönni. Leülhetek? Nem, nem ülhetsz le. Összezavarodtam. Gondolkodnom kellett. Minket is összezavart, hogy férfiaknak tartod oda a segged. Nem vagyok meleg. Sosem voltam. Parancsolsz? A gyógyszerek okozhatták. Az a sok pirula. A mellékhatások, meg minden, de már vége. Az orvosom is igazolni fogja. Ír pár sort, hogy mégsem szereted a faszt a szádban. Megfizetem, hogy visszavegyél közétek. Van 200 rongyom. Ezt egyenesen a te kezedbe adom. Senkinek nem szólok róla. Azt tudom, hogy az építőiparnak lőttek. Ott végem. Marad a drog és a kurvák. Ez a réteg toleránsabb. Elmennék Atlantic Citybe. Ha támogatsz, ott megvethetem a lábam. Közel lennék, de mégsem túl közel. Tony, kérlek, ne fordulj el tőlem! Leselkedett utána Tony. A buzik már csak ilyenek. A rejtőzködő életmód. Ezt teszi velük. Ha már a drogról beszélünk, ezt nézzétek. Richie April olyan volt, amilyen... De amint megtudta, hogy a fia meleg, már ki is tagadta. Jó döntés volt. Terápiára megyek. Ez meg a névtelen alkoholisták közé rohangál. Salvatore Lucagna. Nyilván tele van büszkeséggel, amikor lenéz ránk. Elég sokan akarják majd Vito fejét. Ott van Phil. Leszarom! Azért csinálja, hogy kemény fickónak látszik, és ő lehessen a főnök. Ha Vito Atlantic Citybe megy, akkor nem lesz vele közvetlen kapcsolatunk. Valamint minden hónapban áttol a zsebünkbe egy szép kis összeget. Hittem, késni fogsz. A rádió azt mondta, hogy az alagút be van dugulva. Azt mondtad, eltünteted azt a kis köcsögöt? Ó, baszd meg már megint az a kibaszott Vito. Mi a faszom ütött beléd? A városban van, ugye? Pár napja Marinál voltam. Össze-vissza hazudott. De tudom, hogy találkozott vele. Persze, mostanában minden tudó lettél. Ide figyelj, Anthony. A Vito visszajött, és te erről tudsz. Baszd meg!